Az Erdély Kocka csatornát életében mindig is fontos helyet foglalt el a képregényezés, és visszatérnek a képregényes videók is ezúttal. Csak egy picit más formátumot öltenek. Ugyanis az előzetes videók nem megszűnnek létezni, tehát egyelőre nem fog készíteni előzetes videókat. Az előzetesek azok ott lesznek majd a weblapunkon. Apropó, tudjátok, hogy van egy weblapunk, igaz? Ott a cím lent, de hát nem nehéz kitalálni, erdélykocka.ro címmel. Kukkintsatok rá a weblapra. De a csatornán a képregényezés az ilyen kis képregény bemutatókról fog inkább szólni, olyasmikről, amiket olvastunk, amikkel otthon vagyunk, amiket szeretünk, stb. Az első videóban, az első review videóban két Fumax kiadó által kiadott képregényt szeretnék nektek bemutatni, mégpedig a Titkos bosszúállókot és a Loki Asgard ügynöke első kötetet. Igaz-e? Ezt most így félre is rakom. Igaz-e nem nehéz kitalálni, hogy a Fumax azért adta ki ezeket a képregényeket, hisz a bosszúállók is nagyon-nagyon szeretettek, és Loki is nagyon szeretett, és sorozatjuk van, meg filmjeik vannak. A Titkos bosszúállók, ez egy nagyon különös képregény, fogalmazok így, mint magyar kiadás, egy különös döntésnek az eredménye. Mert igaz-e világos, hogyha belelapozunk gyorsan a képregénybe, akkor láthatjuk, hogy a szereplők Steve Rogers, a Bestia az X-Menből, a Fekete Özvegy és a Hold lovag. Hold lovag, gondolom mindenki követi a képe a sorozatot, vagy aki nem, annak nagyon ajánlom, mert egy nagyon jó sorozat. Következő számban olyanok szerepelnek, mint a Steve Rogers parancsnok mellett természetesen Sharon Carter, hadigép és Valkürs. Igaz, ezeket a neveket mind ismerjük a filmekből. Valkür a Thor filmekből, hadigép az Avengers filmekből, meg az Iron Man filmekből, Sharon Carter szintén az Avengers és az Iron Manből, meg a Captain America-ból. És mindig ismert nevek. Ugyanakkor, akkörül, amikor ez a képregény először megjelent, akkor jelent meg a szintén Fumax gondozásában a Transmetropolitan képregény is. És a Transmetropolitant Warren Ellis írta. És igaz, szerintem itt a logika az volt a Fumax kiadónál, hogy hát akkor kiadunk egy olyan bosszúálló képregényt, amelyeket egy olyan író írt, akit közkedvelt, tehát szeretik Magyarországon legalább, és olyan karaktereket vonultat fel, amelyek szerepeltek a filmbe. És ebből kiindulva döntöttek, gondolom, a Titkos bosszúállók mellett, annak ellenére, hogy szerintem ez egy hibás döntés volt. Tehát nem egy Warren Ellis Titkos bosszúállók kötetet kellett volna először kiadni, ugyanis a Warren Ellis számok előtt, ez másképp, hogyha megnézzük, ha jól tudom, a hátán írja, igen, Secret Avengers sorozat 16-21 számát tartalmazza, ezt megállapítom, hogy ez a Volume 2, tehát ez a második Secret Avengers sorozatnak a 16-21-es számát tartalmazza. És igaz-e, ebből is már le tudjátok vonni a következtetés, hogy 15 szám kimaradt előtte. Plusz azon kívül volt egy Volume 1, amit szintén Ed Brubaker írt, és a Volume 2-nek is az első felét, a másodiknak is Ed Brubaker írta. Ugyanakkor ennek a folytatásában a Zero az nem volt más, mint Rick Remender, aki szintén egy közkedvelt író Magyarországon, másképp is a nagyvilágon. És egy elég összefüggő sztori van, tehát a fő ellenség például itt is az öt szám, amelyeket Warren Ellis írt, ami magyarul is megjelent ebben a kötetben, ezek gyakorlatilag egyedülálló sztorik, valami történik mindegyikben, nem akarom a poénokat lelőni, de mindegyikben történik valami, és van egy háttér ellenség, egy átfogó ellenség, amelyik másképp az egész Volume 2-re érvényes, és az átfogó ellenségről semmi sem szól. Tehát hiányolom, hogy ebbe a kötetbe például az elején nem jelent meg, igazán nem volt egy előszó, hogy mi történt eddig a Secret Avengers-en, miért volt a Secret Avengers megalkotva. Ugyanakkor hiányzik egy pár szó arról is, hogy kik a karakterek. Mondjuk a karaktereket tudjuk, mert a Marvel filmekből ismerjük őket, ha máshonnan nem is. De hogy kik a karakterek a képregényben, mert nem teljesen azonosok igazán a filmbeli karakterekkel, és miért fontos, hogy benne vannak a Secret Avengers-ben.
Tehát ilyen szempontból nekem nagyon-nagyon hiányos ez a képregény, és nagyon hirtelen jön, hogy belecsöppenünk a sztori közepébe, annélkül, hogy előzményünk legyen, vagy annélkül, hogy magyarázatunk legyen. Ne értsetek félre, a sztorik nagyon-nagyon jók. Élvezhetőek, különösebb háttértudás nélkül is, csak fel-fel fog merülni a fejetekbe egy kérdés, miközben olvassátok, hogy ez vajon ki, ez vajon miért van így. És akarva, akaratlanul utána fogtok nézni, interneten fogtok keresgélni, pedig milyen egyszerű lett volna a kötetnek az elejében belerakni igaz egy kis előszót, amelyben leírjuk, hogy mi is történt, és mi fog történni ezután. A kötetben a rajzolók, tehát Warren Ellis az író, a rajzolók Jamie McElvey, Alex Malev, Kev Walker, Stuart Immonen, és az utolsó fejezetet pedig David Adja és Raoul Allen rajzolták. Minőségű kötet, a sztorik egyedülálló többé-kevésbé, szóval élvezhetőek, mint egyedülálló sztorik, amelyben Fekete Özvegy szerepel, Holdovak szerepel, Amerika Kapitán szerepel, vagy Sharon Carter szerepel. Tehát mindenképp, hogyha az MCU univerzumot szeretitek, és szeretnétek képregényben magyarul olvasni ezekkel a karakterekkel történeteket, akkor ajánlom ezt a kötetet. Azért lehetett volna teljesebb, és remélem, hogy Rick Remender és Ed Brubaker annyira közkedvelt lesz Magyarországon, hogy megkapjuk ennek az előzményét is főleg, vagy esetleg a harmadik volumot, de úgy, mint képregény rajongós, ismerve a sztorit, inkább ennek a második volumnak az előzményét is, ami következik, ezzel azt szeretném látni magyarul, és az első kötetet szeretném látni magyarul. És akkor a második kötet, amit bemutatok nektek, Loki, Asgard ügynöke 4. Ez igaz, inkább azért készült, tehát ez, ahogy írja itt is, a Loki Agent of Asgard 1-5-ig számát tartalmazza. Maga a sorozat, ha jól emlékszem, és egy pillanatán erre meg is kukkintom gyorsan, hogy pontosan nem, mondjuk 17 számra emlékszem, hogy 17 részes a sorozat. Igen, jól emlékeztem, tehát ez a sorozat egy 17 részes sorozat, és az ígéret a FOMAX részéről az igaz, hogy itt már biztató, hogy itt van egy egyes szám, és a FOMAX részéről az az ígéret, hogy talán megkapjuk hamarosan a kettes kötetet is, és a kettes kötet egy sokkal vastagabb kötet lesz, nem csak az első 5 számot fogja tartalmazni, vagyis nem csak 5 számot fog tartalmazni. Maga a sorozatról igaz, annyit, hogy L. Ewing írta, egy közkedvelt Marvel idő az utóbbi periódusban, és Lee Garbett rajzolta. Szerintem minőségileg kifogástalan, tehát élvezhető rajzolás, minőségi Marvel képregény, élvezhető sztori, mindenképp, aki szerette a Loki sorozatot, annak nagyon-nagyon ajánlom ezt a képregényt, ugyanis ebből is inspirálódott a Loki sorozat. Az előző két Thor képregény, a Mennydörgés istene, ajánlott, hogy elolvassátok, mert vannak egy minimális összefüggések, de maga a sztori is nagyon is élvezhető önmagában. Amit furcsálok, az az, hogy egyszer-egyszer vannak utalások, most nem tudom, hogy hirtelen megkapom-e, de például itt is, ahogy lássátok, erről többet lásd a New Mutants 48-as számát. New Mutants 48-as száma a 2012-ös sorozatból nem jelent meg magyarul soha. Tehát furcsálom, hogy megtartották a szerkesztők ezeket az utalásokat, de végül is, hogyha tényleg utána akartok olvasni, és akarjátok tudni, hogy miről van szó, akkor nem árt, hogyha tudjátok, hogy hol van ezzel kapcsolatos információtok. Nos, ez egy igazán jó képregény, és tudom ajánlani. Nem kötelező, hogy a Thor képregényt, az előzményeket elolvassátok, de mint ahogy említettem, ha Loki sorozat rajongók vagytok, igenis, olvassátok el. És akkor jöhet a kérdés, hogy ezt Romániában hogyan tudjuk beszerezni. Persze magyarországi rokonságon keresztül, hogyha direkt a FOMAX weblapra akarjátok rendelni. Vagy esetleg ennek a két képregénynek a Bookline is forgalmazója, és a Bookline-t igaz erdély szinten tudjuk használni, és tudunk rendelni a Bookline-ról. Ebből kiindulva mindkét képregény elérhető erdély szemmel nézve, erdély felfogással nézve, és mind a két képregény élvezhető. Hogyha jegyet kéne adjak, akkor a Loki Asgard ügynöke képregénynek egy olyan 8-9-est adok, 8 és feles például. A Titkos bosszúállóknak pedig az próbálom úgy megközelíteni, mint aki nincs otthon a Marvel képregényekkel.
És hogyha ezt a megközelítést használom, akkor azt mondom, hogy egy olyan 5-6 per 10-est adnék, pont az információ hiány miatt, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi volt előtte, nincs letisztázva a képregény által. Ha kérdésetek van, ott a komment szekció kérdezzetek, ha nincs, akkor látogassatok el a weblapunkra, és hamarosan újabb képregény review-kkal jövünk. Hogyha esetleg van kívánságotok, hogy milyen típusú képregényt olvassunk el nektek, és készítsünk review-t róla, akkor légy szíves szóljatok. Hello!